Hát szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a mai előadáson, és ahogy itt beled harangozva, én magam két intézményben dolgozom. Egyrészt az MTA-TTK Enzimológiai Intézetében, ami itt ennek az épületnek a tőszomszédságában található, az úgynevezett Q2 épületben. Másrészt pedig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, ahol az alkalmazott biotechnológiai tanszéket vezetem. Az én életpályám az ilyen érdekesen alakult, hogy végül is alapvetően az első években, ami jó sokáig kinyúlt, alapkutatással foglalkoztam, felfedező kutatással, és tulajdonképpen mind a mai napig is ez jelenti számomra a legnagyobb izgalmat és örömet, amikor valami olyat ismerhetünk meg az élővilágból, de molekuláris szinten, ami eddig még nem volt ismert. És ezt a jellegű kíváncsiságot, ezt a jellegű lelkesedést, azt hiszem az ember, mindegy, hogy hány éves, végig megőrizheti, és most itt ugye, hát több fiatal diák is van az előadó teremben, úgyhogy azt szeretném most első körben mondani mindenkinek, mindnyájatoknak, hogy az a terület, amit felfedező kutatásnak, alapkutatásnak hívunk, egy olyan életpályának a megalapozója lehet, amely életpálya emelkedő ívű, és minden szakaszban lesznek benne nagyon érdekes dolgok. Azt is hozzáfűzném, hogy ezen az életpálya úton valószínűleg, mondjuk, hogy is mondjam, csak a keresetek, a fizetések nem lesznek olyan magasak, mint például egy bankárnál, vagy tőzsdei ügynöknél. Ugyanakkor viszont szeretném aláhúzni annak a fontosságát, hogy olyan jellegű munkában lehet itt részt venni, ami az embernek minden egyes napon örömet és töltetet ad. Szóval ezzel a kis érzelmi bevezetővel most rátérnék arra, amit még erről a diáról nem mondtam el. Egyrészt a csoportom látszik ezen a dián, éppen egy kiránduláson veszünk részt, és hát a kirándulás során is ugye általában arról beszélgetünk, hogy éppen mi is történik ezzel a DNS-sel, milyen érdekes és furcsa dolgok vannak a DNS-sel kapcsolatban, amit egyáltalán nem tudunk, és manapság kezdünk megismerni. És az én csoportomnak a logója, az a kis vigyorpofa ott fönt, az is erre próbál utalni, hogy mi olyasmi dolgokkal foglalkozunk, ahol a DNS-ben az ilyen szokatlan bázisok előfordulását szeretnénk feltérképezni, és ott abban a mosolygó arcocskában az U betű az uracilra utal, ami hát eddigi ismereteink szerint azért a DNS-nek nem egy igazi alkotója, de mégis úgy tűnik, hogy sok más egyéb bázistársával együtt azért van neki szerepe a DNS-ben. Az előadásnak azt a címet adtam, hogy a DNS kémiája, és akkor ezt így az évszakokhoz is hozzákötöttem, és ezzel már rögtön arra próbáltam utalni, hogy, és ami az abstractben és a rövid kivonatban olvasható volt, hogy a DNS szemben azzal, amit sokan gondolnak róla, nem egy stabil makromolekula, és az ő összetétele sokkal inkább változatos lehet ahhoz képest, mint amit most így a tankönyvekben megismertünk, és akkor erről fog szólni igazából az előadás. Hát erről az örökítő anyagról, aminek a szerkezetéről már jó pár dolgot ismerünk. Ahhoz, hogy végül is megértsük, hogy hogyan is történnek ezek a felismerési folyamatok, lesz az előadásnak egy olyan része, amikor arról fogok beszélni, hogy honnan is, milyen kísérletes eredményekből származik az a tudás, ami alapján most bármit tudunk állítani a DNS-ről. Két ilyen kísérletet fogok említeni, amit itt sajnos nincs alkalmam most lejátszani ezen a kis asztalon, mert meghaladnák a képességeinket, meg bonyolultabb műszerek is kellenek hozzá. De azért hoztam ezt a két kísérletes bemutatást, mert a kutatás során mindenképpen ugye valamilyen módszereket használunk, és az, hogy milyen eredményt kapunk, az persze nyilván fog függeni a módszertől. Egy ideális világban ugye módszer függetlenül is meg tudnánk kapni ezeket az eredményeket, de sajnos ez a kémia, biológia, biokémia nem egy ilyen ideális világ. Itt rendkívüli módon meghatározza a módszer maga, hogy egyáltalán milyen információhoz tudunk hozzájutni, és majd világossá fog válni, hogy miért is húzom ezt most alá itt rögtön az elején. Szóval hát igen, a DNS-ről, hogy mit tudunk, milyen neki a szerkezete, mennyire stabil vajon ez a szerkezet, és milyen változások következnek be ebben a szerkezetben, erről is lesz szó az előadás során, és hát valahol ez mindig vissza fog köszönni, hogy igazából a DNS-nek mennyiféle alkotó eleme van.
Most ezt az előadást ugye egy ilyen válogatott közönségnek tartom, akik között gimnazista diákok és az idősebb generációból is reprezentálják néhányan magukat, úgyhogy tulajdonképpen nem tudom, hogy kinek pontosan milyen alaptudással érkezett ide erre az előadásra, de igyekszem mindenképpen olyan adatokra támaszkodni, ami valószínűleg már így a napi sajtó szintjén is megvan az emberek ismeretében. Szóval ez például egy ilyen ismeretanyag, amit itt most ezen a dián felvetítettem, hogy mi is az, amit ma a tankönyvek szerint, meg hát ugye tudományos cikkek szerint tudunk a DNS-ről. És jól lehet, most itt a hallgatóság felének talán ez most nagyon unalmas lesz ez a kicsi rész, ami az előadásnak ez a része, de mégis fontosnak tartom ezt most hangsúlyozni, hogy amit most úgy elismerten tudunk a DNS-ről, az, hogy egy ilyen kettős spirál szerkezetű, és van benne négyféle bázis, amit ezek a betűk jelölnek, A, T, G, C, most nem is mondom ki, hogy pontosan mit jelentenek ezek a betűk, mindegy, négyféle betű, és akkor ezek a betűk, ezeknek a betűknek megfelelő kémiai egységek vannak ebben a kettős spirálban, és látszik, hogy szépen egymással szemben állnak. És akkor ez a spirál, hát nem tudok annyira jól rajzolni, de hát mégiscsak azért megpróbálom ide is fölrajzolni, szóval valahogy így néz ki mondjuk, jó, és akkor ezek itt mindig szemben állnak egymással, ezek a jópofa kis bázisok, mégpedig úgy állnak szembe, hogy az adenin az mindig a timinnel, és ráadásul két darab kötés van köztük, a guanin meg mindig a citozinnal, és azok között meg három kötés van. Ez a kötés, ez nem kovalens kötés, tehát egy gyengébb kötés, mint a kovalens kötés. Hidrogénhidas kötésnek hívják ezt a dolgot. És akkor még egyszer hangsúlyoznám, ez az, amit a tankönyvek számunkra sugalnak, és hát nem csak a tankönyvek, hanem tényleg ez a bevett kép a DNS-ről. De akkor most kérdezzük meg, hogy ugyan honnan jutottunk ehhez az információhoz, hogy a DNS-ben ilyen bázisok vannak, és ezen kívül még ott van az a cukormolekula, meg a foszfátcsoport. Mi volt az a felismerés, az a kísérletes eredmény, ami azt közvetítette számunkra, hogy hát igen, itt tényleg egy ilyen kettős spirálról van szó. Honnan tudjuk tehát, hogy ez a kép valóban igaz? Na, azt most mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy ugye van a tanulásnak az az időszaka, amikor ez ilyen olyan tanulás, hogy az ember tankönyvekből megtanulja, tanárok elmondják, egyetemen előadók előadják, és akkor az emberek meg megtanulják, és ennek a folyamatnak a során a megkérdőjelezés az nem nagyon merül fel. Az emberek befogadják, amit a tanár elmond, és akkor így szépen megtanulják, aztán próbálják alkalmazni is. De a megismerés folyamata az távolról sem ilyen egyértelmű, és számtalanszor előfordul, hogy addig ismert, hát ilyen paradigmáknak hívják ezt így tudományos nyelven, szóval addig ismert hipotézisek meghaladottá válnak. Úgyhogy amikor az ember már elérkezik mondjuk így az egyetem, vagy pláne a kutató élet elejére, akkor nagyon fontos, hogy minden egyes tényt, amit itt közölnek vele, azt kérdőjelezze meg, és próbálja megérteni, hogy akkor most tényleg minek alapján mondják ezeket a dolgokat, például, hogy ez egy kettős spirál. Persze azért itt is ugye kell egy mértékletességet tartani, mert nyilvánvalóan, hogyha minden egyes szónak utána akarunk járni, akkor az nagyon bonyolult lesz, de javasolnám azért ezt a kritikus hozzáállást ezekhez a tényekhez, amiket csak úgy hallanak. Szóval honnan tudjuk, hogy ez egy ilyen kettős spirál? Na és az, hogy akkor megértsük, hogy mi is ez a kettős spirál, és honnan is jött ez a felismerés, ahhoz az első olyan kísérletes módszer, amit itt most röviden bemutatnék, hát bemutatnék az túlzás, de röviden beszélnék róla, az a röntgen diffrakció módszere. Röntgen diffrakció, röntgen ugye, hát az embernek a neve, aki felfedezte a röntgen sugárzást, amit a magyar tájékon röntgennek, röntgen sugárzásnak hívnak, angolul meg csak X sugárzásnak, X-ray. Szóval a röntgen az a röntgen sugárzás, egy bizonyos elektromágneses sugárzás, a diffrakció az meg egy ilyen szóródási képet jelent, és ami ezen az ábrán ottan látszik, az egy ilyen szóródási kép. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy ezt a szóródási gépet egy DNS mintáról vette föl ez a két tudós, de főleg a Rosalind Franklin nevű tudós. És akkor ezután vajon mi történt? És ezen a dián azt próbálom bemutatni, hát egy kétségtelen egy olyan hasonlattal, ami számos helyen sántít, de mégis elég jó hasonlat, hogy vajon ez a röntgen kristallográfiai módszer hogyan
állítható párhuzamba mondjuk a mikroszkópos megfigyeléssel. A röntgenkristallográfia módszerével azt várjuk, hogy valamilyen ilyen mikroszkópikus objektumról, mint egy makromolekula, kaphassunk egy olyan képet, ami megmondja nekünk, hogy abban a makromolekulában a különböző atomok a térben hol helyezkednek el. Tehát egy olyan képet akarunk kapni ebből a röntgendiffrakciós szóródási mintázatból, ami azt a makromolekulát, olyan szép színes ott oldalt, azt testesíti meg. És akkor visszautalva arra, hogy hogy is van ez az analógia a mikroszkóppal, itt a mikroszkópba ugye belenézünk, ott van a közepén egy lencse, ugye? Itt is azért ugye fény, az is elektromágneses sugárzás, szóval azért mégsem annyira erőltetett ez a hasonlat. A fénynek, meg a röntgensugárzásnak, hát csak az a különbség igazából, hogy máshol van neki a hullámhossza, és azok a hullámhossz adatok is oda rá vannak írva, látható fénynek, meg a röntgensugárzásnak a hullámhossza arra az ábrára. Szóval mind a két esetben arról van szó, hogy az elektromágneses sugárzás valamilyen kölcsönhatásba lép az anyaggal. De az a kép, ami keletkezik, na az jelentősen más, mert az első esetben hát rögtön megkapjuk ugye azt a makroszkópikus képet, ami hát mutatja nekünk, hogy miről is van itt szó. A röntgensugárzásnál meg egy ilyen diffrakciós mintázatot kapunk, ahol aztán mindenféle bonyolult számítógépes műveletekkel sikerül ezt a diffrakciós mintázatot lefordítani elektron sűrűségi térképre. És akkor ebből az elektron sűrűségi térképből, ami ott olyan kis maszatok formájában látható, itt ezek, ez egy elektron sűrűségi térkép, abból már érthető, hogy valahol megfejthető a makromolekuláris szerkezet, a kémiai szerkezet, mert ugye az elektronok azok az atomokban hát úgy fognak ottan csoportosulni, amilyen atomok vannak. Tehát valahol az elektron eloszlási mintázatból egy csomó kémiai tudás felhasználásával bele tudjuk illeszteni abba a térképbe, ez egy ilyen háromdimenziós térkép, azt az objektumot, amiről tudjuk, hogy igazából ott kell neki lennie, tudjuk, hogy milyen molekulát akarunk oda belerakni, csak éppen a konformációját nem ismerjük pontosan. Tudjuk, hogy milyen molekula, mert mondjuk vagy fehérjéről, vagy lipidekről, vagy DNS-ről van szó, tehát alapvetően tudjuk, hogy milyen atomok alkotják ezt az entitást, amit megfigyeltünk abban a kristályban, csak azt nem tudjuk pontosan, hogy ezek az atomok a térben egymáshoz képest hogyan helyezkednek el. Szóval ez egy nagyon jó technika, és akkor, hogyha itt a diffrakciós mintázat helyére behelyettesítjük azt a szép kis mintázatot, amit ez a Rosalind Franklin nevű tudós rögzített, akkor elvégezzük ezt a számítógépes bűvészkedést, akkor ebből ki fog esni a másik felén ez a kettős spirál szerkezet. Na most, ez most így nagyon egyszerűen van elmondva igazából, de arra is fölhívnám a figyelmet két dologra még, hogy ahhoz, hogy egyáltalán ezt a röntgendiffrakciós dolgot úgy manapság lehessen jól alkalmazni, elég jó kristályokra van szükség. Hát a kristály az egy elég szép szó, nekem legalábbis van hozzá egy esztétikai kötődésem, és a kérdés most az, hogy tulajdonképpen miért van szükségünk nekünk kristályra ahhoz, hogy ez a röntgendiffrakciós módszer úgy jól működjön a makromolekulák térszerkezetének a meghatározásában. Mert ha ide most csak visszamegyek, és azt mondom, hogy nem egy kristály van ott, csak egy darab makromolekula, azon is szóródni fognak a röntgensugarak. Ez biztos. Csak az a baj itten, hogy egy darab makromolekuláról szóródott kép az nagyon gyenge lesz. Sok molekuláról kell, hogy szóródjon a kép, és ráadásul azok a molekulák azonos orientációban kell, hogy elhelyezkedjenek ahhoz, hogy a róluk szóródott kép az erősítse egymást, és így egy jól detektálható kép jönjön létre. Na és ezt csinálja meg a kristály nekünk, hogy azok a egyedi pontok, egyedi makromolekulák, hát látják ottan fönt, azok sokszor megismétlődnek a kristályrácsban, tehát mondjuk egy fehérjénél, vagy egy fehérje DNS komplexnél is azt kell elérnünk, hogy kristályba rendeződjenek, és akkor így már ez a röntgendiffrakciós szerkezet meghatározás egész jól fog működni. Hát igen, kristályok, hát ugye ilyen kristályokat már mindenki látott, ha más nem képen, vagy ásványtani múzeumban, vagy gyűrűkben, itt-ott-amod. Ezek olyan ásványi anyagokból növekedett kristályok, amik így makroszkópos méretűek, jól megfigyelhetőek.
Tény és való, hogy a makromolekulákból, fehérjékből is növeszthetőek kristályok, és itt most direkt olyan képeket válogattam, ahol ezeknek a kristályoknak is a szimmetriája rögtön látszik. Azért azt is hozzá kell tenni mindenképpen, hogy ebben a kristályosításban csak ilyen mikroszkópikus kristályokat kap az ember, olyanokat, amiket aztán mikroszkóp alatt kell vizsgálni, ezeket a kristályokat kell aztán egy ilyen ügyes kis hurokkal kihorgászni, és a röntgen sugárzás útjába tenni. De a lényeg az, hogy ez egy olyan módszer, ami jól működik, és akkor most még egyszer visszatérnék erre a röntgen diffrakciós képre, amit a Rosalind Franklin nevű tudós rögzített, és ha csak ránézünk erre a képre most, akkor ugye persze nem látjuk benne a kettős hélixet, de az mindenképpen látszik ebbe a diffrakciós képbe, hogy van benne valami periodicitás. Hogy ott nem véletlenszerűen jönnek azok a pöttyök, hanem igenis valami szabályszerűséggel. Hát és akkor erre a képre ránézve, egyrészt a Rosalind Franklin, meg más tudósok is, akik szintén hírét vették annak, hogy micsoda nagy felfedezés készül itt a Rosalind Franklin laboratóriumában, hát mások is megnézték ezt a képet, köztük a Watson és Crick nevű egyéb tudósok, és akkor azt mondták, hogy ebből a képből, hogyha elkezdjük ezt úgy ügyesen analizálgatni, akkor ebből a képből következik a kettős hélix szerkezete. És akkor fogták magunkat a Watson és Crick nevű tudósok, és ezt leközölték egy nagyon szép tudományos újságban, amit Nature-nek hívnak. Természet, mind a mai napig ez egy rendkívül nagy presztízsű tudományos folyóirat. Tehát ez a két ember ezt a felfedezést, hogy ebből a Franklin által rögzített képből a kettős hélix következik, már akkor leközölte, amikor ennek még az összes kísérletes alapja nem volt meg. Miért volt ez nagy jelentőségű? Azért, mert akkor ezt a hipotézist, ezen a hipotézisen elindulva rengeteg sok ember nagyon ráfókuszált erre a problémára, és egymás után jöttek azok a megerősítő több kísérletes bizonyíték, ami igenis igazolta, hogy az értelmezése ennek a röntgendiffrakciós mintázatnak helyes volt, és abból valóban a kettős hélix szerkezet következik. Szóval ez egy olyan tudományos felfedezés volt, ahol egyrészt volt egy nagy erőfeszítéssel gyártott kísérletes adat, ez a szórási kép, meg volt egy nagyon merész hipotézis, és sajnálatos, hogy ebben a specifikus esetben az, aki az adatot gyűjtötte, és az, aki merész hipotézissel értékelte az adatot, szóval ezek az emberek különböző emberek voltak. Mert az a nagyon jó dolog, hogyha ezeket a tulajdonságokat, hogy adatokat gyűjtsünk, és ezt nagyon szigorúan analizáljuk, ugyanakkor képesek legyünk merész hipotézisek felállítására. Szóval az a szerencsés, hogyha ez itt egy személyben megtestesül, akkor is, hogyha van ebbe egy kis ellentmondás, mert ugye a nagyon szisztematikus adatgyűjtő, hogy is mondjam, mentalitás, nem biztos, hogy a hipotéziseken szárnyaló mentalitással könnyen összefésülhető, de mégis ez nagyon fontos lenne, mert akkor ugyanaz aratná le aztán a nagy tudományos sikert, aki az adatgyűjtésért is felelős volt. Szóval ezzel a háttérrel azt láttuk most be, hogy több kutatónak összehangolt eredménye alapján a röntgendiffrakciós mintázat megfejtésével a kettős hélix természet egyértelműen igazolható. És akkor most ezzel kész is lennénk, hogy a kettős hélix oké, az rendben van. Most jön a következő kérdés, hogy vajon ugyan ennyire megbízható-e az az információ, ami rendelkezésünkre áll a bázisok tekintetében. És akkor most fölteszem a kérdést, és hát biztos gondolják, hogy ezt most azért teszem föl ezt a kérdést, mert valószínűleg erre a kérdésre nem lesz a válasz, és igen, ide fogunk eljutni. Szóval most jön ez a második módszer, amit ismertetni fogok ahhoz, hogy most azt megértsük, hogy milyen kísérletek útján és révén tudjuk, most nem a kettős hélix természetét, hanem ezeknek a bázisoknak a sorrendjét meghatározni. Ezt más szóval úgy mondják, bázissorrend meghatározást, hogy a DNS-t szekvenálják. Szekvenálni, ugye hát ez ilyen egymás utániságot jelent, DNS szekvenálás. Emelje már fel a kezét, aki hallott erről, hogy DNS szekvenálás. Aha, jó, azért nem mindenki, igen. Szóval
Még egyszer csak azt hangsúlyoznám, hogy itt a bázis sorrend meghatározása a lényeg, és akkor látják, itten van egy piros, kettős gyűrű, meg egy sárga cucc, aztán jön egy kék, megint egy piros, megint egy sárga, megint egy kék, aztán jön ez a zöld kettős gyűrű. Szóval a bázis sorrend megállapítása, a szekvenálás, az azt fogja adni, hogy akkor le tudjuk ezt szépen írni egy papírra egymás után, hogy akkor itt úgy jött a dolog, hogy volt az a piros, a sárga, a kék, a piros megint, és így tovább. Na most, hát ez a kérdés, hogy ezt hogyan is lehet megállapítani, és látni fogjuk, hogy ennek a megállapítására egy nagyon cseles módszert alkalmaznak a mai szekvenálló berendezések. Ja, hát a Jurassic Parkot, azt biztos mindenki látta, vagy ha nem olvasta. A Jurassic Parkban van az a dolog, ugye, hogy akkor ottan óriási mennyiségű szekvencia adatokat gyűjtenek ezekben a régi, micsoda, borostyánban megmaradt DNS-t kiszipkázzák, és akkor azt ottan szekvenálják ezerrel, és akkor abból ömlik ki ez a bázis sorrend, hogy A, G, T, C, stb. És akkor ezt felhasználják, és akkor abból aztán dínók lesznek. Szóval ezek a szekvenáló berendezések, hát azért is nem tudom ezt itt bemutatni, mert elég nagyok még mind a mai napig, bár jól lehet, itt is fejlődik a technika. Na és hogyan is történik ez a szekvenálás? Szóval a szekvenálás, hát az úgy történik, hogy akkor fogjuk ezt a kettő szálat, és akkor ennek akarjuk most megállapítani a szekvenciáját. Szóval az, hogy ezek a színek hogyan jönnek egymás után, és akkor az első lépésben azt csinálják az emberek ezzel a kettő szállal, hogy szétválasztják, és akkor lesz nekünk kettő darab egyes szálunk, és akkor erről mondjuk így lelógnak ezek a színes bázisok. Hát bocsánat, most ezt egy kicsit ilyen bután csinálom, de hát el tudják képzelni, hogy hogyan is van ez. Ilyen bázisok innen lelógnak, és akkor az egyik szálat, azt most itt el is felejtjük, ez már nincs is itten. Fogjuk csak ezt az egy szálat, és ennek a szekvenciáját szeretnénk megfejteni, azt, hogy milyen sorrendben jönnek a bázisok. Na most, amikor ezt úgy meg akarták először csinálni, akkor jött az az elképzelés, hogy csináljuk úgy, hogy a végéről mindig leharapunk egyet, és akkor azt úgy külön meganalizáljuk, és akkor levágjuk azt a zöldet, aztán meg a sárgát, és ezt mindig elküldjük valami külön analizátorba. Na ez egy elég bonyolult módszer lenne, de ebből kijönne jól az az eredmény, hogy tényleg milyen bázisok vannak ott. De nem ez történik, hanem az történik, hogy ahhoz, hogy erről az egyes száról most a szekvenciát valahogy megtudjuk, fogjuk azt a jellegű folyamatot, ami egyébként a sejtekben állandóan folyik, már azokban a sejtekben, amik így szaporodnak, fogjuk az enzimet, amit úgy hívnak, hogy polimeráz, és a polimeráz nevű enzim az azt tudja csinálni, azt most egy ilyen nagy körrel ábrázoljuk, jó, ez itt a polimeráz nevű enzim, ő azt tudja csinálni, hogyha az oldatban vannak ilyen további építőkövek, mondjuk van az oldatban egy sárga, ahhoz még valami társul, azt most nem akarom elmondani, hogy micsoda, mert bonyolítaná a dolgot, meg ilyen zöld, meg ahhoz is társul valami, meg van ez a piros cucc, ahhoz is társul valami, és akkor van ez a negyedik, ami a fehér. Szóval a polimeráz azt fogja csinálni, hogy akkor elkezdi szintetizálni az új szálat, mégpedig úgy, hogy megfogja, nézi itten a zöld, ahhoz most nem is tudom, mi kéne éppen, a zöldhöz azt hiszem a piros kéne, jó, szóval oda beviszi azt a pirosat ide, jó, akkor a sárgához kék, hopp, az nincs, bocsánat, az össze a fehér, jó, és akkor és így tovább. Tehát mit csinál ez a polimeráz? Felhasználja azt a négy bázist, bázis származékot, amit adtunk a közegbe, és azoknak a felhasználásával újra szintetizál itt egy szálat, ami ennek a szálnak a komplementere lesz, a megfelelője lesz, a negatív lenyomata. Ez, mivel ez a jellegű bázispárosodás, ez tényleg elég biztosan igaz, azért, hogyha itt egy adenint lát, egy A betűt, akkor ahhoz timint fog hozzácsatlakoztatni. Ha ott egy guanint lát, akkor citozint. És ezt a folyamatot követi a szekvenálás. Azt a folyamatot, amikor a polimeráz egyenként berakja a komplementer bázisokat. Most azt nem mondom el, hogy pontosan mi is ennek a mechanikája meg a kémiája, tök érdekes egyébként, de a lényeg az, hogy a szekvenálás most vissza lett vezetve arra a feladatra, ahogy a polimeráz beilleszti a megfelelő bázisokat. És most jön a bökkenő, mert ahhoz,
hogy elhiggyük, hogy a polimeráz hűen lemásolta a szálat, azt kell feltételeznünk, hogy abban a szálban is csak négyféle bázis volt. Akármennyi féle bázis volt abban a szálban, a polimeráz csak négyből tud válogatni, hogy oda berakja, ami hozzáillik ezekhez a bázisokhoz. Ha tehát esetleg, csak tételezzük fel, hogy most van egy olyan bázis, ami nem piros, hanem narancssárga. Jó? Narancssárga. Az azt jelenti, hogy kémiailag egy kicsit más. Egy kicsit más. Az azt jelenti, hogy annyira nem más, hogy az adeninnel ne tudjon párosodni, csak egy kicsit más. Mondjuk ez olyan, mint például itt az ujjamon van ez a gyűrű, és akkor itt van az ujjamon, mondjuk ez az egyik bázis, ez itt az ujjam hegyén tud kapcsolódni egy másik bázishoz. Most, hogy a gyűrű rajta van-e, vagy sem, az igazából ebből a szempontból tök mindegy, mert fog tudni kapcsolódni a másik bázishoz. És ezek mondjuk a narancssárga, piros helyett narancssárga, sárga helyett, mit tudom én, világos barna, a adenin az mi volt? Zöld helyett barna, vagy a kék helyett lila. Ezekkel a színekkel azt akartam megjeleníteni, hogy elképzelhető olyan kémiai módosulás a bázisokon, ami nem zavarja meg a bázis párosodási hajlandóságot. És ebből az következik, sajnos, de igazából tök érdekes módon, hogy a szegmenálási eljárásokban ezek a módosulások rejtve maradnak. Nem látja őket senki. Van ez a szép idézet, most nem tudnám megmondani, hogy honnan van, de biztos ismerik néhányan, ez a tükör által homályosan. Ezt látjuk mi a szekvenálás után. Ott a tükör, ez a szekvenálási cucc, a polimeráz építi be a dolgokat, de homályosan látunk, mert nem látjuk, hogy van rajta gyűrű, meg aztán még az is lehet ám, hogy két gyűrű van rajta. Van rajta mondjuk egy oxocsoport, meg még egy aminocsoport valahol, és azt se látjuk, hogy akkor a gyűrű most melyik bázison van, ezen vagy a másikon, meg azt se látjuk, hogy most pontosan melyik pozícióban. Az ötös szénen, vagy a négyes atomhoz kötődik. Értik ezt a bonyolultságot ebben az egész dologban, és akkor most ugye eddig ilyen hipotetikusan próbáltam érvelni amellett, hogy ez a jellegű szekvenálási eljárás jól lehet tényleg egész jó, de nem tökéletes, mert homályosan láttatja a képet. Na, és ráadásul még az a nagyon nagy probléma ebben, hogy azért ezt még nem is ismeri el mindenki. Szóval ez a jellegű információ, hogy a leszekvenált DNS szekvencia, az igazából csak egy ilyen, hogy is mondjam, többé-kevésbé képet nyújt a DNS-ről, de nem nyújtja annak az igazi kémiai összetételét. Hát ezt mostanában kezdik igazán felismerni a tudományban. Na jó, és akkor most itt láttak néhány ilyen variációt. Igen. És akkor most, bocsánat, ezt muszáj lesz átugranom, csak hogy didaktikailag ott maradjak, amellett, hogy én most akkor itt mindenféle színeket jelenítettem meg, ugye a piros helyet behoztam a narancsárgát, meg a többit, most itt hozok egy olyan diát, ami kémiailag megmutatja, hogy milyen jellegű bázisokról van itten szó, amik szintén teret kérnek, és hát kapnak is a DNS-ben. Például ott van az a bázis, úgy hívják, hogy guanin, úgyis mint G betű ezen az ábrán, ennek van egy 8 oxo variációja. Akkor ott van az adenin, egy A betűvel, annak van egy 6 metil variációja. Akkor ott van a citozin, amit C-vel jelölnek, annak van egy 5 metil variációja, meg még az is lehet, hogy az a metil csoport ottan oxidálódik, és akkor lesz belőle hidroximetil, meg formil, meg karboxi citozin. Szóval nem is csak, mit tudom én, plusz 4 szín van itt még, hanem legalább plusz 6 vagy 7 szín, vagy az az igazság, hogy nem is tudjuk, hogy pontosan hány ilyen szín van. Azért azt nem állítanám, hogy mit tudom én a DNS-nek, egy hosszú-hosszú DNS molekulának a fele ilyen másféle bázis, de nem feltétlenül az abszolút számon van itt a lényeg, hanem azon, hogy vajon ezek a furi bázisok mit is csinálnak igazából. Na és akkor most nem tudom, hogy tartunk, hány óra van? Jó. Akkor egy kicsit még arra térnék rá, hogy ami tehát egyértelműen be van már bizonyítva az irodalomba, az az, hogy ilyen bázisok igenis léteznek a DNS-ben.
És akkor most, hogy ezek milyen gyakorisággal vagy frekvenciával fordulnak elő a DNS-en belül, arra most csak annyit mondanék így befejezőül, hogy hát milyen hosszú is a DNS igazából, és akkor ehhez képest most akkor hány ezer millió az a bázis, amiközé simán becsúsznak ilyen furcsa dolgok is. És hát van itt egy díj arról, hogy a különböző fajokban mekkora a DNS-nek a mérete. Itt most behoznám azt a szót, amit igyekeztem eddig nem használni, azt a szót, hogy genom, ami egy sejtben levő DNS-nek az összes mennyiségét jelenti, és ennek a genomnak, mondjuk a Homo sapiens, az ember esetében a méretéről tudunk beszélni. Ennek az emberi genomnak a mérete, ami 23 pár, tehát összesen 46 kromoszómában található meg, az 3200 millió, remélem nem mondtam rosszat, ide föl is írta, igen, 3200 millió. Na, az nagyon sok. És akkor próbáltam ezt most interneten is keresgéltem, hogyan tudnám ezt igazán jól közelhozni, hogy mennyire sok bázis ez. És akkor végül is ezt a hasonlatot találtam esetleg könnyen érthetőnek, hogy akkor mondjuk teszem azt, ez a humán genom szekvencia, tehát az, hogy hogyan jönnek a bázisok a humán kromoszómákon, ez meg van fejtve. Ez igaz is, jó? Ez le van közölve. Hogy hogyan is jönnek ezek egymás után? Azért megjegyezném, hogy ez csak ennek a négy szokott bázisnak a kontextusába van leközölve. Arról még viszonylag kevés az információnk, hogy ezek a furi többi bázisok hogyan is vannak itt jelen. Hát akkor ez le van közölve, akkor ez hozzáférhető adat. Hogyha ezt mondjuk el akarnánk olvasni, vagy én mondjuk fel akarnám olvasni önöknek ezt a bázis sorrendet, a humán genomot, mert hát ez ugye az élet könyve, hozhatnék egy ide marha nagy könyvet, oda bele van írva ez, és akkor egy másodperc alatt kiejtenék egy ilyen betűt, A, T, G, C, hát ez kb. Ilyen egy másodperc volt, jó, mondjuk elég lassan beszéltem, de ha egy másodpercig tartana egy betűnek a kiejtése, akkor mi van, 100 év lenne, mire végére érnék. Na, az mondjuk elég hosszú előadás lenne, egyáltalán nagyon hosszú időtartam. Hogyha gyorsabban beszélek, hogy AGTC, akkor lehet, hogy ezt tizedére tudnám rövidíteni, de az még mindig 10 év. Szóval valami iszonyatosan hosszú ez a szekvencia igazából. Ezért tehát az a jellegű szekvencia megismerés, amit ugye ezek a szekvenáló módszerek közvetítenek számunkra, valószínűleg azért egyébként is hibával működnek. Jó? Tehát ugye olyan módszer, ami 100%-os eredményt nem hoz, olyan módszer egyszerűen nem létezik. Most akkor el tudják képzelni, hogy 99%-os pontosságnál mit is jelent az igazából itt a bázisokra nézve. Szóval van itt még tere a pontosabb megismerésnek, és hát igazából ezt szeretném még hangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy ehhez a pontosabb megismeréshez közelebb juthassunk, ahhoz az kell, hogy most felvértezve az ismerettel, hogy itt sokféle bázis van, ki kell találnunk olyan okos eljárásokat, amik hozzáférhetővé teszik ezt az információt. El kell rugaszkodnunk a csak szokványos szekvenálási eljárásoktól, egyes fura bázisokra, spéci eljárásokkal föl kell térképeznünk, hogy végül is pontosan hol is vannak a DNS-ben, és mit is csinálnak. Igen, hát ehhez valószínűleg a számítógép tudománynak is lesz hozzászólni valója, mert ilyen jellegű adathalmazzal, ami mondjuk a humán genom méretét jelenti, és egyébként meg vannak élőlények, amiknek még ennél is nagyobb a genomja. Szóval ilyen sok adattal, ilyen úgynevezett big data mennyiségű adattal, igazából csak számítógépekben tudunk jól bánni, és ezért ez a számítógép tudomány, informatika, bioinformatika, ez is egyre fontosabb lesz ahhoz, hogy közelebb kerüljünk itt a megismeréshez. És hát az idővel valahogy gazdálkodtam, van még dolog, amit most nem tudtam elmondani, de nem baj, mert itt a végére még egyszer behoztam ezt a kiindulási diánkat, ahova ráírtam az e-mail címemet is, úgyhogy ha valakit érdekel a téma további ilyen-olyan részlete, akkor nyugodtan keressen meg, és örömmel fogok majd további információval szolgálni. Hát köszönöm szépen a figyelmet, bármi kérdés adódott, nagyon szívesen válaszolok.